Szóval sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Hazafele megyünk, ez már vezetős vlog lesz, aztán majd beszélek addig, ameddig gondolom, és akkor ezt így vágatlanul azonnal tolom is föl. Majd a YouTube-ra azt mondja, hogy na. Mi? Tehát Békés Sámsorról megyünk Békésre vissza. A vonalbejárás eredményes volt, az Alföldi első gazdasági vasútnak ezt a szakaszát jártam be Békés Csabától idáig. Tehát... Oké, bekapcsoltam a vazét is, hogy innen már navigáljon. De most már nem a térképet kell néznem állandóan, hogy merre ment a kisvasút. Egyébként a kisvasút itt ment mellettünk jobb oldalt. De, hanem akkor most már hazamegyek arra, merre ül. Tehát most már azért rábízom magam a vazére, hogy majd mondja, most nem a kisvasutat fogom követni, hanem hogyha rövidebb út van, akkor menjen azon. Aztán vagy Koszapelt fele visz, vagy Orosháza fele, hát az már majd eldönti, hogy merre akar vinni. És na, tehát mondom, egyébként itt jobb oldalt ment a kisvasút. Fordul jobbra, akkor viszont követjük a kisvasutat, mert itt egy ilyen nagy évbe fordul a Békés Sámsorra, és itt volt a végállomása. És itt már a túloldalt ment. Itt pár kilométerenként volt egy-két ilyen táblás megállóhelye, ilyen úgymond anyasi megállók, de csak közben mondjuk egyre jobban esik az eső. Jó, más nem jön, akkor menjünk. És Tóth Kormosnál keresztezte szintben a nagy vasutat. De hát majd, hogyha a videó elkészül róla, akkor fogjátok látni. Mert ezeket a részeket felvettem. Most meg már egyre jobban rázendített az eső. Pont most vadult be, mikor végeztem. Bár most már megint, mint a csillagodott volna. Ez a hol kicsit szemelkélt, aztán kicsit jobban rázendített. Volt, amikor el is állt. Úgyhogy innen is üdvözlöm az időképet, ahol azt írták, hogy maximum szemelkélő esőre lehet számítani. Hát volt nem szemelkélő eső is, de végül is sikerült felvenni mindent, videózni is. Koszapelen is, aki a vasúti múzeumot megnéztem, már sajnos csak kívülről, belülről nem tudtam, mert ugye van egy telefonszám kirakva az ajtó mellé, hogy azt kell fölhívni, és akkor valaki oda jön a kulcsal és kinyitja. Hát én hívtam azt a telefonszámot, de nyilván hétvégén nincs bent senki és nem veszik föl. De legközelebb arra járok, már hátra nagyobb szerencsém lesz. Még és a délután éltem oda, tehát lehet, hogy még délelőtt volt ott valaki, valami szombat van. Lehet, hogy hát hétköznap kéne menni, csak akkor meg én általában nem érek rá, akkor lehet, hogy több szerencsém lenne. Na, de mindegy. Egyszer talán majd sikerül azt megnézni. Én rajta leszek. Igen, egyébként a domaszéki is, hogy ha időbe szólsz, akkor kinyitják neked és megnézheted. A ablakon keresztül belestem, láttam, hogy vannak fényképek és meg egy-két régebbi tárgy is van a kisvasútról. És hát láttam az OKGD logót is kint, tehát valószínűleg azért ők is közbeműködtek benne. És hát, hogy a Szabadkígyóson is megvan az állomás épület, Újkígyóson is. Csaba Szabadiba még a lakókkal is találkoztam, ugye azt lakják, és egy-két infót ők is tudtak mondani arról, hogy mi a helyzet az épülettel, meg hogy mi merre, meg hogy hol volt a mérnökház. A családapácán már eleve csak a mérnökház maradt meg, az állomás épületet lebontották. Tóth Kormoson sincs már meg. Viszont ott is sikerül kinyomozni, hogy hol volt az egykori állomás. Ugye bent a városban, és a fő utcán ment keresztül a kisvasút, úgyhogy ott még a nyomvonala se lehetett benne az, hogy nagyon rossz, hogy nyomvonalon van, meg messze van a falutól, és akkor ezért nem használják meg. Hát ez a kisvasút, ez kihasznált volt mindig is. Elforgalom is bőven volt rajta, személyforgalom is volt, tehát ezt igazából ugye fejlesztették volna megszületésre, szerintem még ma is működne, hogy működhetne. Akkor a közlekedés politikai koncepció úgy döntött, hogy a keskenyom támogatása a gazdasági vasút akarna az, amit azt minél többet föl kell számolni, hát föl is számoltak. Aztán azért
Ugye voltak ennek mindenféle okai, nem feltétlenül csak azt, hogy nem volt gazdaságos, mert még normál nyomtában is sok vasutat felszámoltak, ami egyébként abszolút nem volt gazdaságtalan, meg mindig is kihasznált volt, és mai napig érződik a hiányok. Ilyen hálózat terén is, meg hát utazásnál is, és akkor meg busszal nem tudták kiváltani. Mondjuk még valószínűleg ezt a szakaszát, ezt egyébként ki lehetett, tehát igazából akkoriban mindegy volt, hogy busz megy vagy vonat, mert nagyjából ugyanazt tudta nyújtani mind a kettő. Ezen a Kaszabel Békés Sánsor szakaszon ez szerintem egyértelműen igaz. Egyelőre egyébként lesz majd kérdezfelelek videó is egyszer, csak egyszerűen idő nincs rá, a témákat már szedegetem össze, de idő az nincs rá. A jövő héten meg ugye lesz a Csíksomjói Zétotúra, tehát akkor meg aztán pláne nem lesz. Meg akkor ott fogok filmezni, és utána még azt a rengeteg anyagot, amit remélhetőleg ott is fel tudok venni, azt még akkor meg kell vágni. Meg azzal is dolgozni kell, plusz még majd ezzel a túrával is majd dolgozni kell, mert most is azért filmeztem, és még ugye kiállásul két kamerával filmeztem, úgyhogy azt összeszedni. Fényképek is rengeteg készültek. Én még elmentem Mezőkovács házára is, ott is megtaláltam a kisvasútnak a végállomását. Úgyhogy nagyjából itt tartunk most. És rádió szempontjából már ugye lementem a térképről, mert talán a Petőfi az már jön, tehát legalább az a retrót azt még mindig nem lehet befogni. Meg most már csak a rádiót se. Úgyhogy majd mindjárt, hogyha befejezem itt a dumálást, akkor keresek egy rádiót, amit tudok hallgatni hazafele. Aztán meg megyek haza, mert otthon meg már vár a rántott csirke, meg az uborka saláta. Azért már jó lenne haza is érni. De hát innen már csak hazafele megyünk. És mindjárt beérünk Tóth-Kongósra. És egyébként még mindig követjük a kisvasutat, itt egy bal oldalt volt. És nagyjából az egyes kilométer körülbelül mosolytuk el a hármasat egyébként. Ott lesz a nagyvasút. Aztán lehet, hogy még azért egy nézét azt ki tudunk fogni, de hogyha éppen nem jön, nem fogom most megvárni. Meg most meg a telefonon sem nézem meg, hogy nem hagy mostanában, mert most egy pótkocsis vagy egy szóló bézéért most nem érdemes várni a kb. 10 percet se. Mert az úgyis rengeteget ezért fotóztam, meg videóztam már, meg hát ugye ezerszer jár errefele, meg másfele is nem. Az bármikor tudok bézét filmezni. Ez akkor még Pesten is elég a Vácig elmegyek, hogyha bézét akarok filmezni, és esetleg utazni egyet, ezért van az, hogy a harmadik. Talán az a legközelebbi vonal, ahol bézézni lehet. Vagy ott van Aszód, mert például Aszód és Balassagyarmat között, tehát még Vácig se kell feltétlenül elmenni. Vagy Székesfehérvár. Szóval a másik bézével találkoztat, hogy az egyes vonalon indulok el a kopotnak. Mert most az nem én vagyok, aki oda van annyira a bézékért, hogy folyamatosan. Hát igazából nincs vele különösebb bajom se, tehát pár szót azt tanulni. Na mi van, Trafi Paxon? Hát nem tudom most megnézni, mert ugye másik tüzét akvan csak nem hoztam, és ami van, azt elfoglalja azért az esélykamerának, tehát most a telefont azt nem tudom kitenni a szívedvédőre, megnézni, nem fogom vezetés közben, hogy mi a baj. Ja, nem, hogy a vasúti átkelő miatt szólt, biztos. 800 méter múlva, fordulj balra. Igenis. És itt bal oldal az volt, ahol szintben keresztezte a kisvasút, a nagyvasutat. Az alakjelző az megállít mutat. És itt ment a bal oldalt a kisvasút. Hát így lehet, hogy az autót azt nem ma kell lemosni. Mert azt mondtam, vagy ezt megígértem, hogy elviszem lemosni a kocsit, hogyha már elvittem.
De hát most ugye, most hogyha itt szakad az eső békésen, és akkor nem érdemes lemosni. Egyébként tényleg ráfél, mert némi koszt az most is felszedett, bár igazából betonúton mentem szinte végig, nem nagyon mentem le földútra, mert nem kellett földútra menni, mert majdnem mindig a közút mellett ment a kis vasút, úgyhogy ezt megúsztam. De ennek ellenére azért némi koszt összeszedett most is. Úgyhogy amúgy is ne kéne esni. Hát most legalább meg volt járatva, mert ugye mostanában nem nagyon van használva. Ugye a home office az azt teszi otthon is, hogy a város határ nem nagyon hagyja el, úgyhogy most legalább meg lesz futtató. Na, rátalál valami rádióra. Hát most nem nagyon válogatunk, azt hallgatjuk, amit éppen lehet fogni. Ja, és itt volt balra azért a Tótkombolsi kisvasúti állomás. Még igazából az csak egy kitérő lehetett, mert csak két vágány volt. De itt volt a templom mellett. Úgyhogy itt tartunk, akkor most visszajöttünk Tótkombolsra, 9 kilométert azt a fel, akkor csak erre hoz vissza, akkor rövidebb út nincsen. De se baj, megyünk. Széchenyi utcán vagyunk, hogyha valakit esetleg érdekel. Igazából nem sietünk sehova, betartjuk az 50-et. És mindjárt ki is érünk. És egyébként itt mellettünk ment a kis vasút. Ott a kerékpárút helyén speciál. Már valahol itt átjött a másik oldalra, mert aztán Kaszapertől úgy indult el, hogy a másik oldalt, azt hiszem, bár most ebben nem vagyok hirtelen biztos, mert pedig azért nézegettem a térképet, nem csak ma, hanem úgy egész héten nagyjából, mikor már tudtam, hogy el ne fogok jönni. Tehát azért itt nézegettem, hogy hol merre, meg a fentről.hu-n a légifotókat is, amikor még azért ugye nem túl jó felbontásúak a fotóak, de sokszor ki lehet venni a kisvasúti vágányt az út mellett. Az út elég széles, van a változó út, és akkor úgy azért sok helyen látszik meg. Tehát, hogyha kicsit jobb minőségű a felvétel, akkor nála itt van, akkor az látszik, hogy ez tényleg az sí. Úgyhogy szépen haladunk, akkor visszamegyünk Kaszapelre. Aztán Kaszapertől nem biztos, hogy pont azon az úton fog utáni, mert ugye a Csanádapálcába be lehet menni másik irányba is. De lehet, hogy Kaszapel Csanádapálca az most is lesz. Aztán ugye új kígyós, szabad kígyós, mert én mondjuk úgy jönnék. Aztán lehet, hogy a bazeki talál valami mást. De mindegy, most hallgatok rá. Kaland az élet, hallgatok, akkor azért előbb-utóbb csak visszajutok békésre. Maximum hidegen fogom menni a rántott csirkét, az úgyis finom. Gyűjtöttem volna előre a kérdéseket, amiket már föltettetek, és lenne itt valaki, aki felolvasgatja, vagy mondjuk élőben nyomnám. Csak ugye a telefonnak a tartóját azt most nem hoztam el, mert én most akkor azt fel tudtam volna csipteti, azt akkor hadd megye addig, ameddig lenne pedig az aksi. És akkor az élőbe menne, és akkor akár még kérdezni is tudok, csak akkor is kéne valaki, aki olvassa fel a kérdéseket. De most például tudnék rájuk válaszolni. De hát így most ez most nem jött össze, majd legközelebb. De pedig most aztán lenne időm rá bőven. Főleg, hogyha rádiót sem tudok hallgatni. Most éppen csak szemelkél. De az itt is volt zuhé, az azért látszik az úton. Itt is volt zuhé. Még ha nem is akkora.
ameddig meg nem unom. Le is vezetette egykor egy kis vasúti szállítanál. De puszta szöldős neve az ottan is beugorhat, hogy ott volt egy gázkitörés 22 évvel ezelőtt, 2000 augusztusában, mikor itt heteken keresztül hatalmas lángcsóvába régettett egy módpút. Hát egy ilyen földgáz kitermelő út, és ilyen hetekig tartok, hogy le tudták oldani, addig ilyen hatalmas lángcsóvába régett meg kibörgött. Benne volt a hírekben és mindenhol, hát az emlékezetes szalvasféle kurva jó estét Magyarország, és azt a hírt akarta felkonferálni a Vissza a jövőbe kettő film után, hogy Békés megyében gázkitörés történt, még így hallatszik, és mondja, hogy Békés megyében gázkitörésnél, amikor én rájöttem, hogy adásban van, hát ez kurva jó, azt mondják fél perc után. És hát akkoriban ugye Jó estét Magyarország volt a TV2-nek a hírműsora, azért a késő esti este meg volt a Tények. És hát ez így onnan nevezték el ezt az kurva jó estét Magyarországra. De az arra fele volt, itt egy néhány kilométerre így megaszapertő a puszta szőlős, és ott volt a gázkitörés. A Tofipax az nem hívja oda így. Az nem hívja fel magára a figyelmet, a civil autóból rejtes, hogy én Tofipaxoznak most már. Egyébként én is láttam itt lefele. Én meg is álltam előtt, hogy Csaba szabad, én biztos, hogy ült. De ugye ott is volt egy kis vasúti megálló. Nem, ott elkaptak valakit, ez egy sima rendőrautó. Leveszeltek egy autót. Hát az most minket nem érdekel. Jó, hát akkor kimegyünk a másodikon. 32 km békés, csak a 9 sem állt a pálca. Nagyon jó. Sikerült minden irányból lefotózni. Úgyhogy haladunk tovább egyenesen. Békés Evától már csak 10 km békés. Jó, ott itt égetnek. Az a kémény, hogy füstöl. Vagy dentmes fát, vagy fent malackot. Ha sűrű fekete füst lett volna, akkor azt mondanám, hogy gubicsisz már, de ahhoz nem volt elég fekete.
megérkeztünk, oda akkor eltűnt az út. Itt van a jobb oldalt a mérlegsáz. De most akkor nem arra megyünk, amerről jöttünk.
nem láttam.
Békés Csabán vagyok, negyed óra is otthon. Hello.
szépen szokatlás, nagyon, de az olvány is.